Kis rébék által ment a keskeny palló, s elrepült tollászkodni már, mint varjú. Arany János történelmi balladái megtanítanak olvasni bennünket a sorok között is. Nem csak a Velszibárdok, hanem például egy másik nagykőrösi ballada, a Zács Klára is, melyben az idegen uralkodó és családja elleni merénylet kísérlet eltúlzott kegyetlen megbosszulása, a szabadságharc leverése utáni aránytalan megtorlást, Hajnaú kegyetlenségét juttatta már a korabeli olvasók eszébe is. 2007-ben a Zács Klárával nyertem meg Nagykőrösön az Arany János országos szavaló versenyt. Arany bátorságáról tanúskodnak tehát ezek a balladák. Arany János a köztünk élő klasszikus. Tudott gitározni, néhány saját művét meg is zenésítette, szűk családi körben elő is adta. Napjainkban talán gitáros énekes, vagy éppen rockzenész is lehetne. Nem véletlenül énekeltek sokan a 20. században is aranyverseket, a Kalákától kezdve, Kont Zsuzsán keresztül, heavy metal együtteseken át a Margaret Islandig. Vagy ott van a belga, ők a Toldiról reppelnek, aki különben Jankovics Marcel szerint a magyar Superman. És itt egy érdekesség, Arany János összes művének szókincse körülbelül 25 ezer körül van. Ez legalább ötször annyi, mint egy átlagos magyar aktív szókincse. Arany szerintem egy kiváló filmrendező is lehetne. Balladáiban olyan szépen adagolja a feszültséget, hogy még az A-kategóriás thrillerek is megirigyelhetnék. Némelyikben annyi túlvilági lény van, mint a legdurvább misztikus horrorokban, vagy éppen annyi vér, mint a legkeményebb Tarantino jelenetben. És még egy fontos dolog, szavaló versenyekre nem a győzelemért, nem a helyezésért kell elmenni, hanem azért, mert jó, verset mondani jó, hiszen az előadó művészet is végső soron egy önkifejezési forma. Saját értelmezéseidet, érzéseidet adod át. És nem csak a színészi pályára készülőknek ajánlott, és még csak nem is a tévés riportereknek, bemondóknak vagy tanárjelölteknek, hanem bárkinek, akinek fontos az önkifejezés. És napjainkban megint hangsúlyossá vált ez. Még az is lehet, hogy ma Arany János youtuberként posztolná megzenésített verseit. Ilyen sokszínű húron, ilyen sokféle versmondói hangon, egyedi értelmezésekkel, személyes érzelmekkel megfűszerezve nagyon ritkán szólalnak meg azok a balladák, amelyeket a magyar néplélek egyik legjobb ismerője hagyott nekünk örökül. Ha ezt a századokon átívelő, mindannyiunkat érintő lelki közösséget idén is megtapasztaljuk egy-egy felemelő versmondás kitüntetett pillanatában, akkor hamar megtudhatjuk, hogy a helyezés csak egy másodrangú kérdés. Akinek azt mondja kár, nagyba éri és nagy kár, hes madár.